Na szóval még múlt héten Párizsból. Szóval Párizsból jelentkeztem utoljára pénteken, és akkor jeleztem is, hogy ezen a héten nem különösebben lesznek epizódok, ami igaz is, bár ilyen két darab gyors update az mindenféleképpen érkezni fog. Vagyis az egyik az nem is update, hanem a választásokkal kapcsolatos, de ez majd a hét második felén vagy a vége felé. A mostani viszont határozottan egy update adás. Igen, hogy mi történt velem, mi történik velem, miért nincsenek adások és mi várható. Szóval a sztorit azt Párizsban engedtük el a magyar intézet előtt, ahol éppen kezdtem egy kicsit rosszul lenni, és mire megvágtam az adást, mire felültem a repülőgépre, mire valamikor környékén hazaérkeztem vele Budapestre, addigra már kellően lázas voltam, úgyhogy így álltam neki pénteken a videós gála közvetítésének, kicsit lázasan, de szerencsére Dóra telrakott mindenféle gyógyszerre, és ezek egyben tartottak a gála ideje alatt. Ahol nyertem, ahol mindjárt mutatom, szóval, hogy valaki esetleg lemaradt volna róla, nyertem kettő darab díjat is. Az egyiket vlog kategóriában, a másikat pedig utazás kategóriában. Magyarósi Csaba. Köszönöm. Most beszédet kell tartanom, igaz? Még sose voltam ezen az oldalon. Meg az az igazság, hogy egyáltalán nem is készültem erre. Hölgyeim és uraim, akkor én pedig bejelentem az utazás kategória nyertesét, az pedig az úton. És bár mi ketten voltunk Attilával a műsorvezetők, semmit se tudtunk arról, hogy nyerünk-e majd díjat vagy sem. Ott volt a szövegünk, és ott volt minden kategóriának a győztese, kivéve annak a négy kategóriának, amiben mi is indulók voltunk. És baromira örültem, amikor a vlog kategória nyertesét hirdették, és kihívtak a színpadra, hogy vegyem át a díjamat, és megmondom őszintén, hogy a párizsi utazás miatt, az ottani rohangálós forgatás miatt, meg amiatt, mert pénteken végig a gála szövegére kellett koncentrálnom már, mint műsorvezetőként. Szóval egyáltalán nem is volt időm gondolkozni azon, hogy mit mondok majd, hogyha esetleg mégis én nyernék, úgyhogy felmentem a színpadra, és mint valami hülye valamit makogtam, aztán lejöttem a díjjal. Nem vicc, igazából semmit sincs ráírva. Na, szóval, hogy az az igazság, hogy én baromi régen nem kaptam szerintem díjat. Melyikbe beszéljek, vagy teljesen mindegy? Körülbelül 20 éve szerintem, akkor egy színjátszós díjat kaptam, meg azelőtt egy lambadás díjat, egy lambadatáncolós díjat 1989-ben. Hát és ennek akkor még nem készültek videófelvételek, senkinek nem volt kamerája, úgyhogy ez nem tud elterjedni. Viszont arra egyáltalán nem számítottam már, hogy az utazós kategóriát is elviszem egész egyszer, mert abból indultam ki, hogy úgysem adnak két díjat egy embernek, de hát nagyon szépen köszönöm nektek is. Egyrészt köszönöm, hogy annak ellenére, hogy nem buzdítottalak titeket, nagyon sokan szavaztatok is rám, másrészt meg nagyon köszönöm azt, hogy inspirációt nyújtottatok ehhez a sorozathoz, hogy újra és újra belekezdjünk Robival, újra és újra, és igen, szóval sok mindenkinek megköszöntem az utazós kategória díját ilyen lányos zavaromban, de Robit kifelejtettem, pedig Robi nélkül ezek az utazós videók nem jöttek volna össze, úgyhogy Robi ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát ez közös ez a díj. Ha nem is indult ez a gondolatmenet. Na mindegy, szóval nagyon szépen köszönöm az inspirációt, az ötleteket, amiket folyamatosan nyújtatok, mert hogy tényleg az, hogy most készül az Usánka 2, és nem sokára megyünk Usánka 2-be, és nagyon-nagyon sok ötletet ti adtatok nekem. Szóval ez egész őrült jó, és... Na és akkor ezzel el is érkeztünk ahhoz az állításhoz, hogy miért nem készül adás. Két okból nem készül adás, két nagy projekt is előttünk van. Az egyik az ezen a héten pörög, a másik meg 3 hét múlva, vagy 2 hét múlva fog pörögni. Na mindegy, szóval, hogy az meg rengeteg előkészülettel jár. A második az az Usánka 2. És az első meg az, ahova most megyünk, de miközben megyünk, még hadd meséljek nektek egy filmes élményemről, mert hogy volt egy filmes élményem is. Na szóval a hétvégén végre meg tudtam nézni a Ready Player One-t, azt a filmet, aminek a könyvváltozatáról, vagyis hogy arról a könyvről, ami alapján ez a film készült, már beszéltem nektek olyan néhány hónappal ezelőtt. És akkor azt mondtam, hogy ez a film egy csodálatos himnusz a 80-as évekhez, tele popkultúra és utalásokkal, videójátékokra, filmekre, zenékre, mindenre, ami a 80-as évek volt. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen filmet sikerül készíteni ebből a könyvből, ami egyébként könyvként is inkább volt film, mint könyv. A dolog még izgalmasabbá vált attól, hogy Steven Spielberg rendezte, a 80-as évek kultikus rendezője, aki nagyon sokszor előkerült a könyvben, mint hivatkozási alap. De persze közben eltett néhány évtized, és Steven Spielberg is 70 éves lett, szóval azért benne volt a parafaktor, hogy képes-e ő kellően dinamikus, izgalmas filmet készíteni, és az a helyzet, hogy képes volt, sőt. Megnézve a filmet, azt gondolom, hogy Steven Spielbergen kívül kevesen tudták volna ilyen jól hozni a kötelezőt, ilyen jól megfilmesíteni azt a könyvet, amit végül nem is filmesítettek meg. Igen, mert miközben a Ready Player van a moziban pontosan ugyanarról szól, mint a könyvben, méghozzá egy ilyen kicsit disztópikus jövőről, ahol az emberek már nem akarnak a valóságban élni, mert az annyira szar, éppen ezért belemenekülnek abba a virtuális valóságba, ami Oasis néven fut, és ott aztán szörfölgetnek, nyaralgatnak, jól érzik magukat, meg mindenféle versenyeken vesznek részt, és a legnagyobb mindközül az a filmnek, meg a regénynek is a témája, méghozzá az, hogy az Oasis tulajdonosa meghal, és az 500 milliárd dollárt érő vállalat birodalmat felajánlja annak, aki elsőként találja meg a szoftverbe elrejtett 3 húsvéti tojást. Ez a film és a regény cselekményének is az alapja, ezen kívül viszont sokkal több a különbözőség, mint a hasonlóság. A karakterek persze ugyanazok, viszont a történet
érzések egészen mások, más kalandokban vesznek részt, autóversenyek vannak, olyan küzdelmek, amik egyáltalán elő sem kerültek a könyvben. Mert miközben a könyv az nagyon hosszasan tud csócsálni egy-egy 80-as évekbeli popkultúrális jelenséget, ez nyilvánvalóan a filmben nem fér bele, úgyhogy Spielbergek telerakták akcióval az egészet. Én azt mondom, hogy a könyvnek körülbelül az 5-10%-át emelték át a filmbe, és azt mondom, hogy a film cselekményének körülbelül 20%-a származik a regényből. Viszont a legjobb az egészben, hogy ennek ellenére tökre működik a film, sőt, talán pontosan ezért. Ez egy szép példája annak, hogy merni kell bátran hozzányúlni egy alapanyaghoz, hogyha átírod egy másik platformra, főleg, hogyha nem csak bátor vagy, hanem tehetséges is, és Spielbergék ezt borzasztó jól csinálták. A film tökéletesen megőrizte a könyvnek a szellemiségét, miközben telerakta akciókkal, éppen ezért szeretni fogják azok, akik olvasták a könyvet, és szeretni fogják azok is, akik még csak nem is hallottak róla. Szóval, ha meg akartok nézni mostában a moziban egy filmet, ami kellően akciós, de nem Marvel, és talán kicsit több a jelentés réteg egymáson, de mindenféleképpen más egy kicsit, mint amit mostában megszoktunk, akkor azt tudom mondani, hogy ezzel bátran kísérletezzetek, mert őrült jó szórakozás a Ready Player One. És lassan meg is érkezünk a mai nap utolsó helyszínére, Budapest azt hiszem legnagyobb házába, ahol majd mindjárt elmondom, hogy mit fogunk csinálni. Na szóval ide jöttünk azért, hogy az Én Menő Lakásom projekt keretében egy ilyen hatalmas versenyt szervezünk az IKEA-val közösen. Aki esetleg nem tudná mi ez, szóval 2 évvel ezelőtt indítottuk Ádámmal, akivel több blogot is közösen készítek, szóval 2 évvel ezelőtt indítottuk Ádámmal közösen a belsőépítés cégünket, ahol egy rakás jópofa és nagyon-nagyon tehetséges belsőépítés dolgozik azért, hogy egy csomó szép lakást készítsenek Budapesten. És erről nem nagyon szoktam itt a vlogban beszélni, de a lényeg az, hogy ez egy elég sikeres projekt, ami már túl van az 1000. megkeresésen. És a növekedés folyamatos, éppen ezért eljutottunk egy ponton odáig, hogy szükségünk van új belsőépítészre, de nem akartunk csak úgy simán felvenni egy új belsőépítészt. Főleg azért sem, mert a csapat az most is nagyon-nagyon családias, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel, és szerettük volna jobban megismerni az új jelölteket, azon kívül, hogy beküldenek egy pályamunkát és kész. Szóval indítottunk egy versenyt, ami 2 részből állt, volt egy előválogatás, ezen már túl is vagyunk, és az előválogatásra rengeteg nagyon-nagyon tehetséges digitális pályamű érkezett, amiből kiválasztottunk 3 jelöltet, és ővelük fogunk most itt találkozni. Nem egyszerre, hanem egymás utáni napokon. Ugyanis, amit itt csinál, az, szóval szerintem Magyarországon még nem nagyon volt ilyen. A lényeg az, hogy kivettünk ebben a házban egy lakást, és ezt a lakást fogjuk berendeztetni a jelöltekkel. Az első jelölt kedden jön ide, a második szerdán, a harmadik meg csütörtökön. És mindegyiküknek van egy napjuk arra, hogy berendezzék ezt a lakást az IKEA bútoraival. Igen, múlt héten, amikor még Párizsban voltam, akkor értesítettük ki a 3 szerencsést, akik azonnal el is kezdték online megrendelni a termékeket, amiket reggelente kiszállítanak ide. És aztán egy szakértői brigád segít nekik összeszerelni ezt, és estére el is készül egy lakás, pontosabban egy nappali, a megadott nagyon bonyolult szempontrendszer alapján. És tulajdonképpen ennyi, szóval egyszerre szervezem az usánkát, és egyszerre forgatok itt minden egyes nap arról, hogy hogyan telik meg egy üres nappali bútorokkal, és hogy hogyan találnak a belső építész jelöltek valami jó megoldást ugyanarra a problémára, de mégiscsak másként. Úgyhogy nagyjából ennyi. Gyertek, nézzük meg a pecót, és nézzük meg, hogy mi folyik ott. És itt is van a lakás, itt fogunk forgatni egész héten, hello! Egészen pontosan, Andrással, hello! Szia! Szia. Na és felkészültél már? Igen. Mindent tudsz? Igen. Jók leszünk? Igen. Jól van. És gyakorlatilag ebbe a szobába érkeznek meg azok a bútorok, amiket Andris összeírt. Andris vagy András? András. András, amiket András összeírt, és itt majd szépen ki fog nőni ebből egy rendes szoba, amit ez a GoPro kamera rögzít, amit ilyen csehszlovák módszerrel raktam. Viszont így legalább biztosan nem fognak közben elmozdulni, és tök jó felveszi, ahogy pillanatok alatt felépül itt egy teljes szoba. És gyakorlatilag ez az adás ennyi, hogy ígértem, a héten még egyszer találkozunk, aztán jövő héten jönnek normálisan az epizódok, és a jövő hét második felében vagy a legvégén meg jön a verseny, ahol megnézhetitek, hogy mi történt ebben a lakásban. Sziasztok!